Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma egy olyan fiatalember a vendégem, Gajas Lakatos Ákos, aki azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára példaértékű életet él. Köszöntelek a stúdióban, és akkor az most a műsor során ki is derül, hogy miért is példaértékű a te életed. Nem kell többet mondanom, mint annyit, hogy kerekesszékes vagy, és autóval érkeztél ide hozzánk a stúdióban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy mozgássérült ember jogosítványt szerez, és aztán az autót átalakítva önállóan közlekedik. Üdvözlöm én is, kedves nézőket! Köszönöm szépen, hogyha ez bárki nagy dolognak tartja. Nekem ez ugye természetes, mert ugye én nyitott gerincsel születtem, én ebben nőttem föl, és számomra ez természetes dolog, hogy próbálom úgy élni az életemet, mint egy épp egészséges, normális ember. Mondtad, hogy ugye akkor születésed óta kerekesszékhez kötve élet az életedet. Milyen volt a gyermekkorod? Hogyan emlékezel vissza? Én azt mondhatnám, hogy mint egy normális gyerek, egy egészséges gyerek, annyi különbséggel, hogy ugye rengeteg műtéten átestem, rengeteg kórházi éveken mentem keresztül, mondtad például az általános iskolát is, ugye Miskolci gyermekrehabilitációs osztályról jártam ki, délelőtt ott 8 évig feküdtem, délelőtt kaptam a kezeléseket, és délután pedig mint magántanuló vittek ugye az iskolába. Ez akkor azt jelenti, hogy a családodtól távol töltötted ezt a 8 évet, meg ezeket Igen. az időszakokat. Milyen volt, vagy milyen a kapcsolatod így a családoddal, ettől függetlenül, hogy azért sokat nem lehettél velük, amikor kicsi voltál? Édesanyámmal mondhatnám, hogy jó a kapcsolatom. Persze hát vannak néha viták, de mondhatom azt, hogy jó kapcsolatom van vele. Végig kísérte az életemet, nagyon sokat köszönhetek neki. Ugye a szüleim elváltak, édesapámat nem ismertem. Köszönettel tartozhatok neki. Az, hogy azért te egy ilyen küzdő ember lettél, mert én azt gondolom, hogy ahhoz kell egyfajta, tehát kell születni arra, hogy valaki szeressen több lenni, mint ami adatott neki. Azt szerinted ez honnan jött, vagy ez mikortól érzed úgy, kiskorodtól kezdve már, hogy szerettél volna ebből az egész mozgássérült kerekes létből egy kicsit elmozdulni, vagy kicsit az egészségesebb életet élni, mert azt gondolom, hogy azért te egy egészséges életet élsz, mind amellett, hogy kerekesszékben vagy. Mindig abból indultam ki, hogyha a sors ezt adta, amit adott nekem, akkor engem ne gátoljon ebbe semmi, hogy a céljaimat elérjem. Most mondhatnám például a jogosítványt. Letettem a jogosítványt azért, hogy kinyíljon előttem a világ. Tudtam, hogy ha leteszem a jogosítványt, akkor nem abba a kis faluba kell mozognom, hanem mehetek jobbra-balra, és azáltal, hogy leteszem a jogosítványt, több embert megismerek, és mondom, és ez hozzátartozik. Én úgy gondolom, hogy egy olyan mozgássérült ember életében, aki teljesen önellátó, ez hozzátartozik az életéhez az, hogy legyen egy jogosítványa, persze, hogyha az anyagiak ezt ugye megengedik, meg esetleg egy autója. Ez hány éves korodban történt, amikor jogosítványt tudtál szerezni? Én elég hamar, én 19 évesen tettem le a jogosítványt, egy nagy harcok állán édesanyámmal, mert ugye ő tudta, ő ismer engem a világon a legjobban, ő tudta, hogy amint leteszem a jogosítványt, onnantól kezdve megyek, és onnantól kezdve jön az idegeskedés, hogy na most éppen hol van, és mit csinál, és... De semmi nem történt, ugye? Tehát semmi. Teljesen. Semmi. Azon kívül, hogy ugye az a normális szülői féltés, ami ugye egy normális családban megszokott,
az nálunk is napi szinten mindig előjött, onnantól kezdve naponta csörgött a telefonom óránként, hogy most hol vagyok, meg miért mentem ide, vagy miért mentem oda, kérdések. Ezt ő egy idő után felfogta, hozzászokott, hogy én élem az életemet, és barátaim vannak, és én azért raktam le a jogosítványt, hogy tudjak A-ból B-be mozogni. Az, hogy te ennyire önálló lettél, azt szerinted köszönhető az iskolának is, meg a Pető Intézetnek, ahol azért sok évet töltöttél el? Tehát ott önállóságra neveltek titeket? Igen, én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Pető Intézetnek, ezt mindenhol el is mondom. 7 éves koromtól első-második osztályt azt ott végeztem el, végül is ott kaptam egy olyan alapot, ami végül is mondhatom azt, hogy felnőtt koromra elősegítette azt, hogy mondhatom, hogy teljesen önálló életet élek. Igen. Ott is dolgoztál, tehát ott tanultál, és aztán ott is dolgoztál hosszú éveken keresztül. Mi volt a munkád? Ez is nagyon érdekes szerintem, hogy mozgássérült vagy, kerekesszékben ülsz, de dolgozol. Tehát, hogy nem elég az, hogy most mondjuk az államtól támogatást kapjál, hanem hogy te igenis tevékenyen részt veszel abban. Én soha nem elégettem semmivel. Szóval szerintem az életem végéig ez így lesz, hogy mindig valamit akarok, és mindig valamit kitalálok. Úgy hozta igen a sors, hogy gyerekként első-második osztályt tanultam a Pető Intézetben, és úgy hozta a sors, hogy felnőtt koromra ott dolgoztam 8 évig. Abszolút nem bántam meg. Gyerekek nagyon hozzám nőttek, az ott lévő gyerekek. Sokszor sok gyerekbe magamat láttam. És végül is mondhatom azt, hogy egy példát állítottam fel eléjük avval, hogy én ott vagyok, és látják azt, hogy beszállok az autómba, vezetek, ott dolgozom, létrehoztam ott egy a budavári győzővel, és azon kívül más konduktorok segítségével egy sportegyesületet, ami mai napig működik. Én ezt fontosnak tartottam az intézet életébe, a mozgássérű gyerekek életébe, hogy házon belül is, amellett, hogy kapják a konduktív pedagógiát, amellett tudjanak sportolni. És akkor nem csak a gyerekekkel alakult ki jó kapcsolatod és segítetted őket, hanem a szülők is már kérték a te segítségedet, ugye? Hogy hogyan lehet a gyermekeiket úgy nevelni, hogy ők önállók hát igen, legyenek. Igen, igen. Ugye egy 13-14 éves egészséges kamasszal sem könnyű, de most hát főleg egy 13-14 éves mozgássérült kamasszal, ugye ott több a kérdőjel. És igen, tudták a szülők, hogy ugye én hogy nőttem föl, és hogy vele született vagyok, és sokszor igen, jöttek hozzám, hogy a te figyelmem, most mit tudom én, egy fiú életében éppen a lányok jöttek, és kérdezték, hogy hát ez most hogy kezeljük, és én próbáltam kisebb-nagyobb sikerekkel nekik segíteni, hogy bizonyos szakaszokban a gyerek életének, hogy menjenek ezeken túl. Igen, mert azért azt is tudniuk kell a nézőknek, hogy azért te párkapcsolatban is éldegélsz. Hát most jelen pillanatban nem. Most éppen nem, de hát hogy mindig van azért társad. Igen. Aki ráadásul nem kerekesszékes társ. Tehát, igen, igen. Ezt, mielőtt bárki bármit gondol, ezt szögezzük le, semmi bajom a kerekesszékes csajokkal, abszolút. Mindig így hozta a sors nekem, hogy soha nem volt kerekesszékes barátnőm, vagy bármilyen olyan sérültséggel élő lány, aki mellette volt. Mindig egészségeseket fogtam ki. És mindig ugye felmerült a kérdés, hogy miért, és mindig mondták a barátaim, azért Ákos, mert annyira egészséges életet élsz, hogy nem vonzott be ezeket az embereket. Soha nem mozogtam, attól függetlenül, hogy kerekesszékes vagyok, soha nem, ez is egy érdekes dolog, soha nem mozogtam,
mozgássérültekkel. Neked olyan társaságban. Egészséges barátaid vannak. Igen. Igen, egyetlen egy olyan társaság van, ahova ugye tartozom is, a csapatom, a Power Station, akik ugye mozgássérültek, de ők hozzájuk is azért csapódtam egyébként, és azért is kerültem oda, meg azért is csinálom ezt a sportot, mert annó az edzőm egy olyan motivációt adott nekem, meg egy olyan ember az edzőm, akire csak föl lehet nézni, és nekünk a csapaton belül például mondhatnám azt, hogy nekünk soha nem volt, rengeteget versenyeztünk külföldön is, soha nem volt az első kérdés, mikor felmerült egy külföldi verseny, hogy na és akadálymentes szállás, mi nem ebből indultunk ki soha. Mikor megyünk? Megvan-e az úti költségre az összeg, meg magára a versenyre? És másodlagos kérdés volt az, hogy akadálymentes-e. És akkor most avassuk be a nézőket, hogy mi is ez a sport, amit te választottál. Nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt, azt is mondd meg, légy szíves, hogy mióta űzöd ezt a sportot. Hát én 16 éves koromban ismertem meg a Szabó Ozor János, becenevén Ozi, egy amekkora nagy ember, akkora szívvel élő ember, mondhatom. Ő fekvenyomást oktatott annó a Marcibányi téren mozgássérülteknek, és ő létrehozta a Power Station Sport Egyesületet, ahova végül is mozgássérült fekvenyomók tartoznak, és amellett kibővítette nem pár évvel ezelőtt, nem tudom pontosan mikor, mozgássérült szkanderral, úgyhogy mi fekvenyomunk és szkanderozunk. Jó, és nyilván azért, mert hogy ez a mozgássérülteknek adódott ez a lehetőség, ezért is kezdted el a fekvenyomást, de mi az, ami miatt szerinted ez a sport, ez jó neked? Tehát, hogy mi az, ami, tehát az, hogy a határaidat feszegeted, hogy mindig tovább és tovább tudsz jutni, mondjuk így a súlyokkal? Tehát, hogy ez az, ami úgy vonzó lehet benne? Igen. Minden év januárjában eldöntöm azt, hogy karácsonykor mennyit fogok nyomni. Ez minden évben így van. És sikerül? Kisebb-nagyobb sikerekkel. Azért azt tegyük hozzá, hogy ez a sport ugye erős sport. Sok minden hozzátartozik, mint több sportod is ugye. Nálunk a kaja, a megfelelő kaja és az edzés. Ugye én is dolgozom. Kisebb-nagyobb sikerekkel sikerül. Van olyan év, amikor, most mondok egy példát, 10 évből 6 év az, ami sikerül, a 4 év kérdőjeles. Hát a 6 az már jó. Az már hát, szerintem ugye elég szép. A 4 év az ugye mondtad, hogy a Marcibányi téren kezdted el edzeni, most az edzéseid azok hol vannak helyileg? Tehát, hogy mennyire nehéz neked eljutni mondjuk edzésekre? Abszolút nem nehéz. És itt megint előjön az autó, ugye van autóm. De akkor nem Székesfehérváron van. Székesfehérváron is edzek, a Cutlerbe. Van autóm, Budakeszin van egy a válogatottnak egy edzőterme, amit ugye Ozi hozott létre, és oda járunk edzeni. És Biatorbágytól kezdve mindenfelé, akik Vácról, összejövünk egy héten egyszer-kétszer, ki hogy ér rá, összehozzuk, és akkor nyomjuk. Hát ez is nyilván azért sok időt visz mondjuk a munkád mellett, így a magánéletedben is. És nem olyan régen volt Egerben, mikor volt pontosan ez a bajnokság, ahol te egy gyönyörű szép érmet nyertél, hogyha tudjuk, akkor ezt meg is mutatnánk. Hát egy másfél hónappal ezelőtt lettem világbajnok, GPC szervezésén belül, ez egy világszervezet a GPC, világszervezésén belül rendeztek egy mozgássérült kategóriát, és ott lettem világbajnok. Milyen súlyt jelentett ez a, vagy milyen határt jelentett, súlyhatárt? Hát ez most nem nyomtam ki magam, nem akarok itt nagy súlyokkal dobálódni, ott egy 120 kilóval
lettem világbajnok, nekem az egyéni csúcsom a 155 kiló. Úgyhogy... Marad-e még a versenyzés egyébként így az életedben, vagy mik a terveid így a jövőre nézve ezzel a sportággal, vagy már még másik sportággal kapcsolatban? Nem tudom. Vannak, ugye 36 éves vagyok. A fontossági sorrendek azok így kezdenek megváltozni, ahogy idősödök, megváltozni az életemben. Nagyon szeretnék családot, viszont a sportba is nagyon szeretnék még elérni eredményeket. Ez a fekvenyomás, ez egy ilyen szerelemmé vált, szóval meg maga a csapathoz való tartozás. Nehéz azt mondani, 16 éves korom óta ismerem az itt 20 éve. Nehéz azért 20 évet csak így lezárni úgy, hogy na jó, akkor most én ezt megnyertem itthon, és akkor most fölteszem az íra a pontot, és akkor itt most abba is hagyom. Ez számomra nem így működik. Szeretnék, én szerintem meg fogom találni majd a jövőben azt az arany középutat, hogy a terveimet a magánéletbe és a sportba is próbáljam teljesíteni. Nem kis munka lesz, de hát. Szóval akkor még maradnak a saját edzéseid is ezek szerint, tehát hogy nem az van, hogy akkor most ezt így abba hagyod, és akkor nekiállsz edzősködni, vagy megtalálni azokat a fiatalokat, akiket be lehetne vonni ebbe a sportba? Erről is szól majd egy kicsit, hogy az én sportkarrierem ne vesszen el, és amellett esetleg bevonni olyan fiatalokat, akik mozgássérült fiatalokat, akik tehetségesek, és megpróbálni foglalkozni velük. Szeretném megtalálni az arany középutat, hogy megtalálni azt a balanszot az életemben, hogy ez működjön. És akkor még arról azért nem beszéltünk, hogy Székesfehérvárra hogyan kerültél, és ha jól tudom, akkor 2 évvel ezelőtt költöztél ide hozzánk, ebbe a városba. És sokat jelent neked ez a város, ahogy hallottam tőled. Igen. És meg szeretném ragadni ezt a pillanatot is, hogy megköszönjem tényleg Székesfehérvárnak ezt az egészet, amit adott nekem. Nagyon sokáig kerestem az utamat. Nagyon-nagyon sokáig. Budapesten laktam, nem találtam meg soha azt a... Amellett, hogy sportoltam, elértem azokat a sikereket, amiket elértem, soha nem találtam meg azt az utat, ami nekem megfelelő lett volna. Amiben jól érzem magam. És én eléggé ilyen spirituális vagyok, és tervezgettem magamba, hogy nem tudtam, hogy hova, csak tervezgettem magamba, hogy el Pestről. Tervezgettem, és egyik nap voltam egy bevásárló központba, és mentem le az autómhoz a mélygarázsba, beszállt egy ember a liftbe, telefonált, és akaratlanul is hallottam ugye, hogy a liftbe, hogy miről beszél, és hát ez a mostani főnököm volt. Azért azt elmondhatjuk, hogy egy hotelben dolgozol. Igen. Ő egyébként nevesítem, ő a Márton Gábor. Én akkor abban a pillanatban úgy éreztem, hogy én nekem meg kell őt szólítanom. És én őt megszólítottam, letette a telefont, megkérdeztem tőle, hogy mondtam neki, hogy akaratlanul is hallottam azt, hogy miről beszél, és nincs-e fölvétel önnél, és mondta nekem, hogy cseréljünk telefonszámot, és majd fölhív. És én úgy gondoltam akkor, hogy jó, ez a majd fölhív, ez is ugyanolyan lesz, mint a többi, hogy majd fölhív, és nem, és 2 napúval csörgött a telefonom, és mondta, hogy jöjjek le Fehérvárra, és akkor egy elbeszélgetésre. Gábor bácsi, ez is érdekes, hogy mindenki igazgató úrnak hívja,
Nekem első perctől Gábor bácsi, nem tudom, hogy miért. Nekem ő egy, mivel ugye apa nélkül nőttem föl, tényleg mindig azt szoktam mondani, hogy ő apám helyett apám. Ő egy olyan példamutató és példaértékű ember, aki szóval számomra, hogyha most fontossági sorrendeket kell tenni így az embereket így az életembe, ő ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint például az edzőm. Ami iszonyat nagy szó, mert ennek az edzőm egy nagyon nagy példaképem. Akkor neki is köszönhetjük, hogy ide kerültél Székesfehérvárra, és neki is köszönhetjük azt, hogy ilyen jól érzed magad itt Igen. a városban. Igen. Megtaláltam a számításaimat, hál' Istennek. Nagyon jól érzem magam. Önálló maga, életet élsz? Teljesen önálló életet élek. Maga az a város. Én úgy gondolom, hogy kerekesszékkel nem nagyon találok akadályt, se bevásárláskor, sehol. Igen, hál' Istennek igen, mondhatom azt, hogy teljes mértékben megtaláltam itt a számításaimat. Hozzáteszem úgy, hogy még munkát is találtam. Igen, ami nagyon nagy szó. Ugye a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a nagy csarnokát felügyeled, legalábbis azt is csinálod. És ezzel kapcsolódik, vagy ehhez kapcsolódik a következő kérdésem is, ami egy másik sportág, ugye a fekvenyomáshoz és a szkanderhez képest, ugye a kosárlabda részt veszel, sőt, toborzol, ugye kerekesszékes leendő kosárlabdázókat. Hogyan jött ez neked, hogy ez mennyire jó lenne azoknak, akik mozgássérültek? Igen, ez, amikor ide kerültem Fehérvárra, akkor hát ugye meg kellett elve, ugye ismerem a környéket. Én abszolút nem ismertem ezt a környéket egyáltalán, de tényleg soha nem, sőt, olyannyira, hogy az országban rengeteg helyen versenyeztem már, Székesfehérváron soha még. És amikor ide kerültem a környékre, ugye hozzám, nem áll, hazudnék, ha azt mondanám, hogy közel áll a kosárlabda. Soha nem állt közel a kosárlabda. Kerekesszékes kosárlabdáztam is, de úgy soha nem állt közel. Telt múlt az idő, és ugye észrevettem azt, hogy hát Székesfehérvár egy kosárváros, ugye. Ugye ott van, ugye a... Sok sportvárosa, de ugye a kosárlabda is Igen. És felmerült bennem, hogy hát én egy olyan helyen dolgozom, ami egy olyan sportcsarnok, ami teljesen akadálymentes, mozgássérült WC-től kezdve minden, és felmerült bennem tavaly az, hogy miért nincs itt egy kosárlabda csapat? Ez az egy hiányzik itt. És én elmondtam a gondolataimat, amit innen is nagyon szépen köszönök, hogy mellettünk van és segíti a csapatnak a létrehozását. Elmondtam a gondolataimat a Pukler Gábornak. És ő pedig mondta, hogy hát igen, ezt meg kell csinálni. És most jutottunk el odáig, hogy volt egy első válogatónk, egy, ha jól tudom, szombat, igen, nem tudom, hogy hanyadika volt, volt szombaton egy válogatónk, és én azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy itt az első válogató volt, nagyon jól sikerült. És lényeg az, hogy meg fogjuk csinálni, biztos, hogy meg fogjuk csinálni. Egy éven belül Székesfehérvárnak lesz egy kerekesszékes kosárlabda csapata. Igen, hát remélem, hogy így lesz. És mikor lesz akkor a következő toborzónak az időpontja? Ez úgy tudom, hogy már 2019. A következő az 2019. január 19-én az én születésnapomon, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez pozitívan fogunk kijönni ebből az egész sztoriból. Még egyszer mondom, ha nem akkor, ha a következő időpontot kell kitűznünk, akkor ki fogjuk tűzni a következő időpontot, de biztos vagyok benne, hogy ezt létre fogjuk hozni.
Tehát akkor január 19-én. MKOS. Hány órakor? Sportcsarnok délután 3 órától. Délután 3 órakor, akkor minden kerekesszékest, mozgássérültet, aki szeretne kerekesszékest, vártak nyilván elsősorban, akik szeretnének mozogni. Így van, és nem csak Fehérvár jöjjön, hanem megyén belül, bárhonnan, bárki, aki olyan sérült, hogy a felső végtag ugye nem érintett, bárhonnan, ne csak Székesfehérváról, a megyéből, bárhonnan, akinek van autója, üljön be az autójába, ne kapja el ez a lustaság szindróma, üljön be a kocsiába, jöjjön el, az se baj, ha nem kezdi el, csak nézze meg, próbálja ki, és utána dönts el, hogy ő szeretné-e, vagy sem. Akkor mindenkit vártok. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Rövid volt ez az idő ahhoz, hogy még annyi mindent tudom, hogy vannak még terveid, amiről most nem sikerült beszélgetni, de majd egy másik műsorban remélem, hogy sikerül. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Én köszönöm szépen a meghívást. Gajas Lakatos Ákost ismerhették meg kicsit közelebbről, akinek tényleg azt gondolom, hogy példaértékű az élete itt a fehérvári beszélgetésekben. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra.